A Zászló Múzeum is visszatérő vendége a délelőttnek, és egy újabb érdekes kiállítás nyílik majd csütörtökön. Erről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Balogh László, a Zászló Múzeum alapítója. Jó reggelt, köszöntöm sok szeretettel. Kezdjük, mindenki szeretettel köszöntök. Most csütörtökön 16 órakor nyitják meg majd az újabb kiállítást, ami a Dominikai Köztársaságról szól. Miért pont ezt az országot választották? Azért választottuk ezt az országot, illetve pontosabban engem kerestek meg, Cséplő Gábor úr, ő a magyar, illetve a Dominikai Magyar Baráti Társaságnak az elnöke, és lejött hozzám a múzeumba, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ezt a távoli, viszonylag ugye tőlünk távoli Karib-tengeri országot bemutatnánk, amiről, ha szabad azt mondani, hogy senkit nem bántok meg vele, nagyon-nagyon keveset tudunk. Nem egy turisztikai célpont tulajdonképpen. Bevallom őszintén, én hasonló helyre tippeltem, de utána kellett nézni, hogy hol is fekszik pontosan a Dominikai Köztársaság, mert én sem hallottam még róla, főleg nem hallottam arról, hogy ilyen jó kapcsolat lenne Magyarország és Dominika között. Miben mutatkozik meg ez a baráti kapcsolat? Bevallom őszintén, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni erről jóval a nyár elején, tehát ilyen május körül kerestek meg, ahogy említettem az előbb, beszélgetünk a Dominikai Köztársaságról, hogy ahogy tetszett említeni, hogy a jó kapcsolat. De most megmondom őszintén, ezt előlegezzük meg, ugyanis Magyarország és Dominikai Köztársaság között van diplomáciai kapcsolat, de csak diplomáciai. Néhány száz turista jut el Magyarországról, de az ismereteim szerint, illetve az úr tájékoztatása szerint gyakorlatilag a kereskedelmi kapcsolat mérhetetlen, tehát nincs igazából dollárban kifejezhető kapcsolatunk a két ország között. Dominika amúgy is egy, hogyha szabad azt mondani, bár nem biztos, hogy jó a szó, hogy egy így külpolitikailag elzárkózott ország, tehát ő a Karib-tenger, esetleg Európában, Spanyolország, Németország az, akivel egyáltalán kereskedik, tartja a kapcsolatot. Kelet-európai országokkal ismereteim szerint nem. Úgyhogy ez egy, inkább azt mondanám, hogy nyitás, és nem véletlen, talán erre még válaszolva, hogy milyen kapcsolat, és hogy jó vagy rossz, ez majd most ki fog derülni, mert Bécsből jön a dominikai nagykövetasszony és kis delegációja, aki megnyitja a kiállítást, és a külügyminisztériumból pedig elég magas szintről jön egy úr, a főosztályvezető úr, akihez tartozik többek között a Dominikai Köztársaság is. Nem először érkeznek a külügyminisztériumból vendégek, vagy hát a megnyitóra, akár a kiállítás megnyitói is szoktak lenni. Ez külön fontos a Zászló Múzeumnak, hogy ilyenkor valahogy a diplomácia is képviseltesse magát? Igen, természetesen, hát ezzel úgy gondolom, hogy akár a Zászló Múzeumomat, akár a Balogh gyűjteményt, ha szabad ezt mondani, és emeli a szintet is azzal, hogy ezzel egy elismerést kap, nem csak az én személyem, mert az a legkevesebb az ügyben, hanem ezek a kapcsolatok, tehát ezek az országok, akik például Dominika, és sorolhatnám, akik még lesznek, vagy várható, hogy érkeznek, meg akik voltak, kialakultak olyan kapcsolatok, vagy erősítettük a kapcsolatot, ami eddig igazából nem nagyon volt kézzelfogható. Ugye Zászló Múzeumról beszélünk, Dominika kiállításról, de itt nem csak egyetlen Dominikai Köztársaság zászlót fognak kiállítani. Mi az a háttéranyag, mik azok a kiállítási tárgyak, ami által megismerhetjük ezt az országot? Elsősorban, mint ahogy tetszett említeni, nyilván nem a zászló. Dominikának, akkor kezdjük a zászlóval, mert azért a Zászló Múzeum. Kezdjük a zászlóval, hát természetesen a Dominikai Köztársaság zászlója az ki van állítva, és hát megtekinthető, de emellett minden szempontból a képek, az országoknak, illetve az országnak a legfontosabb városai,
települései, akkor gyakorlatilag a természeti, úgymond szépségei, tehát a legmagasabb hegyeitől kezdve a folyói, és hát ugye nem beszélve a Karib-tenger gyönyörűséges tengerpartján keresztül. Néhány kép bemutatja az ott élő emberek arcvonását, mindennapjait, de például kevesen találkoznak, vagy találkozhatnak, például ki lesz állítva, vagy a képen megtekinthető lesz a Dominikai Köztársaság légitársasága, akkor a fegyveres erőkből. Tehát ezek a úgymond mindennapos dolgok, de érdekesség, mert az embereket ez is érdekli. Sőt, mondhatnék még sportot is, mert ki lesz állítva a Dominikai Köztársaság labdarúgó válogatottjának képei, illetve képe, hogy hát ők azért nem annyira eredményesek, mint Magyarország, de ez is egy érdekes dolog, hogy ott is ugyanaz a foci, nálunk is, de más a, hogy mondjam, az eredmények, de ezeknek a tablón való leírása is szerepel. Mivel készülnek még most az őszi időszakban? Most Dominika vendégeskedik majd a múzeumban, azt követően milyen országokat hoznak el? Hát a következő ország, aki meg fog jelenni még ebben az évben, ez december közepe, illetve december eleje, nem tudjuk még pontosan, hogy mikor érkezik az anyag, de már mondjuk úgy, hogy úton van. Ez megint csak azt mondanám, természetesen Dominikus érdekes minden szempontból. De viszont aki most fog jönni, az szerintem egy picivel érdekesebb lesz képeiben, megjelenésében. Ez a Közép-Ázsia, vagy ahogy tetszik, Kína és India között elterülő Bhutáni Királyság. Magyarországnak van diplomáciai kapcsolata, mint ahogy hangsúlyoztam, hogy mint Dominikával is, de kereskedelmi kapcsolat nulla. Turizmus, az elszántak járnak arra. Hegymászók főleg. Hegymászók, igen, mert nagyon érdekes az ország Bhután, aminek a déli része az trópusi, tehát élnek ott elefántok, krokodilok, stb. Pedig egy kis országról van szó, és ahogy tetszett említeni, hát aztán utána következik a hegymászás, a Himalájának a csúcsai, ami aztán én már láttam a képeket, gyönyörűséges, és el kell, hogy mondjam, bocsánat, de ehhez hozzátartozik, Magyarországon jelenleg tartózkodik egyetlen bhutáni állampolgár, egy hölgy, aki eljön és beszélni is fog, és táncolni is fog. Hogyan lehet őket felkutatni, vagy hogyan tudja mondjuk megszervezni azt, hogy a bhutáni hölgy eljöjjön a Zászló Múzeumba? Ezek azért nem kis kutató munkát igényelnek. Igazából valóban. Én megtaláltam a Magyar Bhutáni Társaság elnökét, Volcsicsák Zoltán urat, aki többször járt Bhutánba, és hegymászó, és imádja az országot, és ő mondta, hogy csináljuk meg. Ő megkereste a bhutáni külügyminisztert, mindahogy egyébként meg kell, hogy mondjam, Dominika esetében is a dominikai külügyminiszter adott rá engedélyt a bécsi nagykövet asszonynak, hogy eljöjjön, nem a kiállításra, csak hogy eljöjjön és képviselje, tehát ez egy megtiszteltetés, és ugyanúgy a bhutáni külügyminiszter úr is jelezte, hogy természetesen teljes vászélettségben támogatják. Még egy pár mondatot beszéljünk, igen, a gyűjteményéről. Mostanában bővült újabb darabokkal, vagy hogyan bővül a gyűjtemény? Hát azt kell mondanom, hogy ugye azért nap mint nap kapok leveleket az országok vezetőitől, zászlókat, egyebeket. Ezeknek a feldolgozása történik, illetve hát ugye leltározása, raktározása, egyebek, tehát ezzel igazából a gyűjtemény fejlődésével nincs probléma. Most, ami nagyon érdekes lesz, ha szabad megemlítenem, ugye, hogy Puerto Ricóban volt egy népszavazás arról, hogy csatlakozzanak most már mint teljes jogú tagállam az Egyesült Államokhoz, tehát nem mint társult állam, hanem úgy, mint az 50 tagállamból álló USA, de megjelent már az új zászló, amiben már 51 csillag van, és büszkén mondhatom, hogy én már megszereztem egy példányát, tehát már a múzeumban van. Majd most találom ki, hogy ugye a mostani zászló, ami valószínűleg azért még egy év telik, hogy a kongresszus és ugye Puerto Ricót felvegyék az USA közé,
de ez a zászló már kín lesz, mint egy érdekesség, hogy hát már itt az 51. csillag, tehát vannak ilyen érdekes dolgok. Köszönöm szépen, László, hogy itt volt velünk, és akkor sok sikert kívánunk a további gyűjtéshez. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.